annyit azért szeretnék elmondani, hogy ő már akkor ebben a bizniszben volt, amikor mondjuk még nem volt messze ekkora nyitottság és szabadság ezeket a dolgokat illetőleg. Szóval, hogy ő azért egy régi motoros a szakmában, azt hiszem jár neki a respekt az elmúlt 30-40 évén, amit így végigcsinált. Köszönjük szépen! Hát talán 40 év, ez egy picit közös, de elég szarul nézhetek ki. Pedig jól vagyok, köszönöm szépen. De hát hoztam fotót illusztrálandó, hogy tudok én szép is lenni. A képen csak jelzem, én vagyok, és lesz még egy-két fotó. És tényleg most rakott kezd a 6 perces időzítőt, amikor én jövök. 25 percig fogok beszélni, innentől kezdve nem érdekel. No, de leírtam mindent egyébként, bár amikor felolvasok, akkor egy picit néha úgy hangsúlyozok, mint ahogy Fási Ádám énekel, úgyhogy ezért előre elnézést fogok kérni, mert inkább szabadon szeretek beszélni, de akkor tényleg fölrobban ez a szerkezet. Na, de ezt is leírtam, majd mindjárt elmondom. Tisztelt egy, és közben figyelnem kell a képet is, mert van egyetlen egy kép, amit majd szeretnék kommentálni, ott egy picit hosszabban időzünk, hogy észrevegyem, mert hogy közben olvasok. Tisztelt egybegyűltek, kedves ünneplő tömeg, Petrucci Zoltán alias Lady Dömper, az Alter Ego Klubba, ahogy mondani szoktuk, transzugró csoportjának vagyok. Én már 7 éve állandó tagja, főállású transzvesztita. Hát ilyen állás persze nincsen, de mint pincér vagyok bejelentve. Gyakorlatilag ilyen munkakör, hogy transzvesztita, ez csak ilyen nincs. Pedig jó lenne egyébként, mert mint a balettáncosok egy kis korkedvezményes nyugdíjat ősarkú után, tehát nem lenne rossz, mert azért így szombat hajnal 3-ra igen fáj már a derekam. De, ja. Na most ilyenkor meg az a baj, hogy nem tudom, hol tartottam, úgyhogy ha amikor elakadok, az azért van, mert vissza kell néznem, hogy hol. Igen. Ma este a szó jó értelmében én vagyok a díszbuzi. Azért civilben, hogy holnap különböző baráti lapok ne velem illusztrálják a mai jeles ünnepet. És különben is baromi macerás ezért a 6 percért nőnek öltözni, főleg úgy, hogy egy órát kell rá várni. Ez nem volt ideírva. Leírtam a szövegemet, mert ha én egyszer neki kezdek beszélni szabadon, akkor bizony még a Mikulás is itt talál minket, vagy valakinek télapó, kinek ízlése szerint. Amikor felkértek erre a kis köszöntőre, nagyon büszke voltam, és örömmel újságoltam a főnökömnek, hogy a TASZ szüli napján fogok megnyilvánulni. Ő egy kicsit pikirten annyit mondott, jobban örült volna, hogyha a CÖF bármelyik rendezvényén szerepelnék. Erre még nem volt igény, nem volt felkérés, de van az az összeg, amiért Korpás Judit haja, ahogy régi klasszikusokat idézzünk. Még ez se az, de jön majd, nagyon vicces lesz. Ez egy ilyen kis szösszenet Conchita Wurst után, úgy éreztem, hogy nem lehet kihagyni ezt a szakát. Sose volt ilyen fekete szakállam, mindig ilyen kis ritkás szarnő. No, de hát aztán az első örömből felucsítva azon gondolkodtam, hogy mit is tudok én a TASZ-ról. Anyám mindig azt mondta, hogy gondolkodj józan paraszti észre, fiam, induljunk ki a népből, társaság a szabadság jogokért. Emberek összegyűlnek azért, hogy megvédjék a szabadságjogokat. Szükség van erre a rendszerváltás után 25 évvel. És ha szükség van rá, az baj. És kinek a baja? Ki tehet róla az aktuális, a mindenkori aktuális hatalom, vagy én a nép? Nem akarnék nagyon mély eszmefuttatásokban bocsátkozni, főleg nem ilyen fénykép mellett. Mert az olyan lenne, mint a való világ szereplői az akadémia éves rendes közgyűlésén. Szóval irány az internet, kitörve az Index, Facebook és Gay Romeo szent háromságából, beütött, ezt tudjuk azért, hogy mi ez a Gay Romeo, az először kettőt mindenki tudta. Szóval beütöttem, hogy TASZ. Utazzon a Freud alattin. Szóval beütöttem, hogy TASZ mondó. Hát, ha okosabb leszek.
Most tudunk képet váltani, mert lapozok. Igen, ez az. Vekedi tanár úr emlegette az előbb a boldog békeidőket. Én ugye nem Hoffmann Rózsával jártam egy iskolába, de a boldog úttörő időket próbáltuk itt visszaidézni ezen a fényképen. Volt egy meleg magazin, aminek volt egy ilyen sorozat fotózása. Itt egy kedves úttörő lány, aki nagyon boldog. Hát nem feltétlenül attól, hogy egy mesztelen férfi térdepel előtte, hanem hát nem tudjuk miért boldog, de a jövőbe elég optimistán tekint. De nem is erről szól a kép alapvetően, azt el kell egy dátumot árulni, 2010 márciusában készítettük ezt a képet, illetve a márciusi számba fotóztuk, és hát a lényeg középen narancslik. Ez egy kétharmad narancs. Gyakorlatilag, amit mi szerettünk volna ábrázolni, hogy ki adja, vagy ki kapja, az nem derül ki a képből, de a levét azt isszuk a dolognak. Na, csak ezt muszáj volt, mert ezt a képet ideig senki nem értette. Szóval 4 éve magyarázom ezt az egy darab képet. No, szóval visszatérni ebben az internetre, a tasz.hu-ra. Elképesztő mennyiségű anyag van az oldalon, de ami nagy részt, vagy részben minket is érint, az ugye a HIV és az AIDS-szel való kapcsolat, illetve információ. Külön referens is van, Bagyinszky Ferenc a program vezetője, ez is jelzi az ügy fontosságát. Most volt hétfőn az AIDS világnapja, és hát finoman szólva még csak a margón se nagyon lett említve, se a közmédiába, se a kereskedelmi médiába, pedig azt gondolom, hogy azért ez egy olyan esemény, amiről illet volna akár egy mondatban is beszámolni. Többek között ezért is fontos a TASZ munkája az ügyben, mert bár a fertőzöttek zöme meleg, de ők más aspektusból is vizsgálják a dolgot, például az intravénás droghasználók szempontjából, ugye ami szintén nagyon fontos, a tűcselet program és társai, csak hogy ilyen hívó szavakat említsek. Az elégtelen, rossz, hiányos, erőtlen propaganda is sokat tehet azért, hogy a regisztrált fertőzöttek száma az elmúlt 5 évben megduplázódott, és a célzott szűrő programok hiánya is gondot jelent. Bár itt szeretném megemlíteni mindenképpen a Szent László Kórházból Szlávik főorvosulat, aki már 30 éve az ügyön kőkeményen dolgozik, illetve az anonim észtanácsadó szolgálattól Balogh Dokit, aki teljes messzélességgel áll az ismeretterjesztés, a szűrés és mindenféle olyan dolog mellett, ami ezzel kapcsolatos. Ennek a blokknak a címe a forradalom vagyok, aki vagyok. 3 hívószó van, a büszkeség, az erő és a felvállalás. Nézzük szavanként a büszkeség. Ez ugye a Pride kapcsán merül fel, mint fogalom, ami sajnos csak a felvonulás okán szerepel a médiában, pedig ez egy egész hetes komplex rendezvény sorozat, aminek csak egyetlen egy programja, bár kétségtelenül a leglátványosabb programja maga a felvonulás. Ami nagyon fontos, és évek óta a veszőparipám a Pride-dal kapcsolatban, vagy a szóval kapcsolat, büszkeség szóval kapcsolatban, hogy az ember nem arra büszke, hogy meleg, hanem arra büszke, hogy felvállalja azt, hogy meleg. Számomra a melegség olyan természetes, mint az, hogy kék az ég, vagy zöld a fű. Erő, ez a második hívószó. 2007-ben támadták meg először a felvonulás részvevőit, és utána hatalmas vitákat kavart a melegek között is a vonulni, nem vonulni téma. Bár ez ügyben előtte sem volt túl egységes az álláspont, de legalább békés, vidám és kicsit érdektelen volt a Pride menete. Ezt majd kivágod, jó? Amikor lapozom. De az utóbbi években számtalan civil és jogvédő egyesület kapcsolódott be a menetbe, megalakult a We Are Open, a Nyitottak Vagyunk mozgalom, ami számtalan világcég
és rengeteg kisebb-nagyobb magyar vállalkozás támogatásával egyfajta szabadságjogi menetté nőtte ki magát. Egészen fantasztikus élmény a szivárvány színű zászló alatt mindenféle emberekkel, gyerekes családokkal, párokkal, leszbikusokkal, melegekkel vonulni. Csak azok a fránya kordonok ne kellenének. Csak az a szép zöld gyep, ahogy Poldi bácsi mondta annak idején. Felvállalás. Ez a harmadik hívószó. Nagyon fontos ebből az aspektusból hangsúlyozni, hogy nekünk is csak egyetlen egy életünk van, és azt szeretnénk teljességben, boldogságban megélni. Ezt a dolgot nem kértük, nem választottuk, nem akartuk. Ez nem úgy van, hogy egy szép napos reggelen az ember főz egy jó kávét, és kiáll az erkély, és azt mondta, hogy ej, de jó kedvem van, hát akkor én mától buzi vagyok. Nagyon különbözőek vagyunk. A melegek nem kategorizálhatóak sem anyagi, sem szellemi, sem társadalmi csoportok szerint, és van egy rossz hírem, mindenhol ott vagyunk. Persze nem mindegy, honnan indulunk, mi az a közeg, ahonnan el kell jutni a felvállalásig. Ma már hatalmas segítség az internet, mert az ember tudhatja, hogy nincs egyedül, és hogyha kell, segítségért tud fordulni különböző civil szervezetekhez. És az is nagyon sokat segít, amikor olyan emberek, akiket szeretünk és büszkék vagyunk rájuk, ők is kiállnak a nyilvánosság elé, és vállalják a másságukat. Sokaknak jelenthet jó példát például a családjuk előtt, amikor ismert, elismert embereket tudnak felhozni arra, hogy ők milyen remek emberek, és mellesleg melegek is. Szeretnék még sok ilyen felvállalást, vagy ahogy divatosan mondják, coming out-ot. Ez is nagyon sokat segít. Búcsúzóul, lejárt az idő. Búcsúzóul szerettem volna elénekelni Halász Judit örökbecsű dalát. Ez a nap lehet más, vagy hogy van ez, hogy ez a nap, ezért nem éneklem, mert nem tudom a szöveget. Tehát, hogy ez a nap más, mint a többi, de ettől megkímélem a nagy érdeműt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.